Ősszel menet közben vette át a mándaki csapat irányítását Mirgai László, akivel az utolsó 6 meccsen 3 győzelem és 3 vereség volt a csapat mérlege. Az idény végén az edző arról beszélt, hogy meg kell erősíteni a játékos keretet, mivel volt olyan mérkőzés, amelyen csak ifisták ültek a kispadon. A téli szünetben aztán Bodnár László és Sipos Tamás felhagyott a játékkal, Hegedűs Tibor eligazolt, Vámos Márk pedig sérülés miatt esett ki a sorból. Helyükre érkezett Balkányból Ács Ádám, Szabó Milán és Csehil János, Kisvárdáról Elek Ádám, valamint Tájáról Toldi András. Mint a szakember elmondta, jó körülmények között tudnak készülni, az edzőmeccseken pedig egyre inkább visszaköszön az általa elképzelt játék. Záhonyban 60x40-es műfű edzünk, úgyhogy nagyon jó körülmények között dolgozunk. Tényleg ugye volt egy szlovák utunk, a vezetők nagyon jól sikerült, azt is támogatták. Sajnos a szlovákok nem tudtak most visszajönni, de nyáron visszajönnek, és akkor majd mi látjuk őket vendégül, de egy nagyon jó szlovák csapattal tudtunk játszani. Úgyhogy szerintem lehet azt mondani, hogy 50-50%-ban játszottunk erős, illetve gyengébb csapatokkal, úgyhogy én már nagyon várom, hogy a játékosokkal együtt, hogy kezdődjön a bajnokság. Hát egyértelműen a dobogó a cél, aztán majd meglátjuk, hogy tudunk-e akár még ott előrébb is végezni a dobogónak, akár a legmagasabb fokán, mert 4 ponttal vagyunk lemaradva, bármi lehet. Úgyhogy kíváncsian várom, érdekes bajnokság lesz. A Mándok még Hajdúböszörményben játszik egy felkészülési meccset, a bajnoki főpróbát pedig a Pátroha ellen tartja Mirgai László együttese. A tavaszi rajton február 23-án a Mándok a negyedik helyezett Vásárosnamint fogadja.